Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Mutatom mindjárt, mit kínálunk a mai Kaposmenti magazinban. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján Dombóváron. Pünkösdi Fesztivál Kaposszekcsön. A rövid ellátási lánccal ismerkedhettek Dombóváron. Májusfa kitáncolás Szakcson, ápolják a régi népszokásokat. 29 millió forintból készült el a hullámzó kanyargos pálya Dombóváron. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon. Az első világháborút lezáró békeszerződés értelmében az ország egyik napról a másikra elvesztette területének kétharmadát, lakosságának felét. Erre a sajnálatos eseményre emlékeztek Dombóváron is. A trianoni emléknaphoz kapcsolódva több program is várta a Dombóvár környékieket. A Bekes Táncegyüttes előadása az Ember az embertelenségben címet viselte, amely a magyarság hányatott sorsát elevenítette meg, mesélte a színházigazgató. A 20. századi kárpát-medencei vagy akár európai emberrel történt események az első világháborút megelőző idilli állapotoktól egészen a napjainkig a kivándorlás eseményeig. Ha nem is teljesen a kronológiát követjük, azért megjelenik az első világháború a Trianon, az ország szétszakadása, a második világháború, a kommunizmusra utalunk bizonyos jelenetekben, meg a mostani pörgős, amikor úgy hontalanul mindenki a saját maga batyujával elindul a nagyvilágba. Úgy gondolom, hogy inkább a lelkületre próbáltunk odafigyelni arra, hogy mit is érezhettek azok az emberek a háborús állapotokban, tehát a félelem, bizonyos életérzések megjelennek az előadásban. A Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békediktátum következményeiről emlékeztek meg Dombóváron, ahol Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke osztotta meg gondolatait a megemlékezés résztvevőivel. Kevesen vannak a világban, vagy talán nincsenek is olyanok a világban, akik a területeinek ekkora részét és a népességének ekkora részét veszítették el különböző rossz döntések és rossz politikai döntéseknek a következtében. 2010-ben döntött úgy az országgyűlés, hogy nemzeti kormány, hogy az összetartozás napjává nyilvánítja június 4-ét, és tette mindezt azért, mert hogyha megnézzük a mai Magyarország területét, akkor azt láthatjuk, hogy területeinek kétharmadát elvesztette az ország ezeknek a rossz politikai döntéseknek a következtében, és olyan területeket veszítettünk el, ahol szintiszta magyarság él, hál' Istennek, a mai napig. Gondolok itt Csallóközre, a Felvidékre, gondolok akár Székelyföldre, vagy a Párciumra, vagy gondolhatok akár a déli elcsatolt országrészekre, vagy gondolhatok akár a muravidéki magyarságra, és még sorolhatnám. A Kalóz Zoltán gondolatai azt gondolom, hogy mindannyiunk számára irányadók és mérföldkövek, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, magyarul táncolunk és magyarul beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha ezt a hármas egységet megtartjuk, akkor a jó Isten a következő 1000 évben is meg fog tartani minket itt a Kárpát-medencében, ilyen jó erőben és egészségben. Én ehhez kívánok mindenkinek Isten áldását. A Dombóvári József Attila Általános Iskola színvonalas műsorral készült ez alkalomra. Megtanultam, megőrzöm, tanítom és továbbadom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elveszni nem hagyom. Megtanultam, megőrzöm, tanítom és továbbadom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elveszni nem hagyom.
A megemlékező műsort követően az önkormányzat képviselői, a civil szervezetek, intézmények vezetői helyezték el koszorúikat és mécseseiket az emlékműnél. A méltó megemlékezést követően került sor Szőlőhegyen a Nepomuki Szent János szobor ünnepélyes átadására és újraszentelésére. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentjének szobra a Dombóvári Városvédő és Városépítő Egyesület jóvoltából újulhatott meg. Harangozó Éva osztotta meg gondolatait a megjelentekkel, aki kiemelte, hogy a többször felújított szobor tanúja volt két világháborúnak, számos árvíznek, építkezésnek. Az ünnepélyes leleplezést követően Hegedűs János, katolikus plébános újra szentelte a 145 centi magas, homokkőből készült, eredeti színeket kapott szobrot. A felújított szobor továbbra is óvó tekintettel figyeli az arra közlekedőket Dombóvár Szőlőhegy elágazónál. Két év kihagyás után idén sikerült megtartani a Pünkösdi Fesztivált Kaposszekcsön. A rendezvényen felléptek többek között a helyi iskolások és óvodások, valamint megrendezték a Habi Konrád fúvó zenei találkozót, melynek szintén nagy hagyománya van a településen. A Csillagvirág óvoda gyermekeinek fellépésével kezdődött a színpadi műsor a Kaposszekcsői Pünkösdi Fesztiválon. A rendezvényt az elmúlt két évben a pandémiás helyzet miatt nem sikerült megszerveznie az önkormányzatnak. Nagyon örültünk, hogy ismét két év után megrendezhettük a Pünkösdi Fesztivált, aminek hagyománya, hogy a Habi Konrád fúvós zenei találkozó is ennek keretében kerül megrendezésre. Nagyon sok volt nekünk ez a két év kihagyás, hiányzott a zenekaroknak, hiányzott a lakosságnak, hiányzott mindenkinek. Édesanyám megtiltotta nékem, hogy a legény a szemembe nézzen, koszorút se tegyek a fejemre, majd eljön még annak az ideje. A helyi általános iskola néptáncosainak műsora után kezdetét vette a fúvós zenekari találkozó négy zenekar részvételével. A Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar mellett a Dunaszekcsői fúvósok is a találkozó vendégei voltak. Dunaszekcső és Kaposszekcső között szoros barátság alakult ki az elmúlt években. Szerintem a legjobb a kapcsolatunk egyébként a zenekarral is, meg az önkormányzattal is. Ugye mind a kettő szekcső. Rendeztünk például egy olyan rendezvényt nálunk Dunaszekcsőn, hogy a két szekcsői csapat focizott, tehát szekcső volt a szurkolásnak, ez volt a szlogenje, hogy hajrá szekcső, és a két falunak a csapata focizott, és utána a két zenekar is együtt játszott. Pápai László és tanítványa Kintner Ádám ütős műsorral léptek fel. Majd a Dombóvári Zenész Egyesület és a Kaposszekcsői Fúvós Egyesület produkciója következett. A hagyományos sváb zenék mellett az együttesek a népszerű, közönség által kedvelt dallamokat is eljátszották. Próbáljuk beépíteni egyre inkább azokat a közönség által is elvárt elemeket, amelyek nem csak az idősebb korosztályt szólítják meg, hanem egyébként a fiatalokat is próbálják ebbe a fúvószenei hangzásvilágba bevonzani. A fúvószenekari találkozó nagy múltra tekint vissza. A rendezvénnyel a kaposszekcsői zenészek egykori tanítójuk Hábik Konrád emléke előtt tisztelegnek. Hábik Konrád ugye a Kaposszekcsői fúvószenének abban az értelemben is megalapítója, egy olyan néptanító, aki
Nagyhajmásról költözött ide már az idős éveiben, és a 70-es években a gyerekeket összegerebjézve megalapította az ifjúsági fúvózenekart, mint egy ilyen közösségkovácsoló létesítményt, és ez azóta is kvázi töretlen. Nap édesapám emlékére tartják ezt a fesztivált minden évben, fúvószenekarok jönnek össze és zenélnek. Édesapám nyugdíjazása után ide költözött Kaposszekcsőre, és itt tanított egy zenekart, kis úttörő gyerekeket tanított, és abból nőtte ki magát ez a fúvószenekar itt Kaposszekcsőn. A közösségi házban dr. Veszeli Józsefné, egykori kaposszekcsői díszpolgár hímzéseiből nyílt kiállítás. Ő Kaposszekcső község díszpolgára is volt, és azon kívül még nagyon-nagyon sok érdemet szerzett abban, hogy Kaposszekcső neve fölkerüljön Magyarország, illetve a külföld térképére is. Hímzéseit a környező települések, sőt még Kaposszekcső németországi testvértelepülése is megismerhette. Ezen a kiállításon az ő kezemunkáját, szövéseit, hímzéseit, illetve az ő általa összeállított nagyon gazdag mintaanyagot, mintagyűjteményt mutatunk be, a baranyai svábtól, a svábon át, a kaposmentig, hogy minden településrészt megismerhetsek. Dr. Veszeli Józsefné nevéhez fűződik a kaposszekcsői hímzőszakkör megalapítása is, amely több mint fél évszázadig működött a faluban. A család számára nagyon megható volt, hogy ez a lehetőség létrejöhet, és édesanyámnak a munkásságát ilyen komoly körülmények között megmutathatjuk, és minél többen láthassák, és tudják, hogy ez az értékmentés végül is az elmúlt 50 évben az ő keze által jött létre. A fesztiválon helyi és környékbeli kézművesek is bemutatták portékáikat. A gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, a helyi civil szervezetek pedig étellel és itallal kínálták vendégül a résztvevőket. A rendezvényt stílszerűen Pünkösdi Pállal fejezték be. Dombóváron a helyi termelőket és a lakosságot szólította meg az a rendezvény, ahol a helyben megtermelhető termékek új értékesítési lehetőségéről esett szó. Szakmai előadások adtak útmutatást az érdeklődők számára a rövid ellátási láncok működéséről. A bevásárlóközösség működésében lévő jó példák, a fogyasztás fenntartatóságát segítő működési rendszer, valamint nem utolsó sorban a dombóvári kistérségben rejlő lehetőségek is górcső alá kerültek a rövid ellátási lánc, azaz röviden REL rendezvényén. Ez tulajdonképpen egy új értékesítési csatornát nyit a helyi termelőknek arra vonatkozóan, hogy eljutassák a terméküket a fogyasztókhoz. Ugye jelenleg a kistermelőknek két értékesítési lehetőségük van, vagy kiviszik a piacra a terméküket, vagy közvetlenül elviszik a vásárlóhoz, de ebben nagyon sok időt veszítenek, amit a termőmunkára tudnának fordítani, ezért mi létrehozunk egy olyan felületet, ahol a termelők fel tudják rakni a általuk megtermelt termékeket, árral, névvel, és a másik oldalon pedig a vásárlók be tudnak jelentkezni ezekre a termékekre, tehát egy honlapon összehozzuk őket, és a termők be tudják hozni egy központi bázisra a terméket, ott mi dobozokba kirakjuk a vevők által megvásároltat, és oda a vevő bejön érte, és el tudja vinni azt a termékkört, amit ő kiválasztott és megvásárolt. A helyi termékek előállítása, értékesítése egyre jobban felértékelődik. Számos tényező segíti is ebben a gazdákat. Korábban is jelentős volt, aztán ugye most volt egy olyan néhány tíz év, amikor mindenki azt gondolta, hogy legegyszerűbb egy nagy bevásárlóközpontba bemenni és megvenni ezeket a termékeket, de ugye nagyon sok minden abba az irányba hat, hogy itt a helyi termékeknek az előállítása az egy rendkívül előnyös dolog. Egyrészt ugye a szállítási távolságok nagyon nagyok az egyes termékek vonatkozásában, ahogy itt az előadásban is láthattuk, van, hogy egy hagyma Ausztráliából 15 ezer kilométerről érkezik, míg azt itt helyben is elő lehet állítani.
tehát a szállítási költségeknek a lecsökkentése, meg a szállítások mennyiségének a csökkentése, mind a kettő nagyon fontos. Ugyanakkor fontos az is, hogy a helyi foglalkoztatást is tudjuk ezzel növelni, helyben tudjuk tartani a pénzforrásokat, tehát hogyha itt vásárol valaki egy helyi termelőtől, akkor az a helyi gazdaságot is tudja erősíteni, tehát számtalan olyan szempont van, ami abban az irányban hat, hogy ezt a lehetőséget erősíteni kell. Ugyanakkor becsatlakozik még egy olyan kormányzati szándék, ahol az öntözésfejlesztést ugye próbálják támogatni, és az öntözésfejlesztéssel ugye előtérbe kerülnek azok a zöldségnövények, amik inkább a humán táplálkozásnak az alapanyagait jelentik. Az előadások megtartására olyan környékbeni és az ország más pontján tevékenykedő szervezeteket kértek fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek. Ilyen a nyíregyházi kosár, mely példaként szolgálhat, és ami az indulás alapját jelentheti Dombóváron is. Próbáljuk azokat a pozitív tapasztalatokat felhasználni, amik náluk már jól beváltak. Aztán most éppen egy marketinges előadás zajlik. Ugye fontos az, hogy ebben a tevékenységgel kapcsolatban megismertessük az embereket, a termelőket, fogyasztókat egyaránt, hogy mi is az, amit mi igazából szeretnénk, mik ennek az előnyei, kik hogyan tudnak bekapcsolódni. Ezért fontos a népszerűsítése is ennek a tevékenységnek, tehát erre a két területre fókuszálunk. Az előadásban is elhangzott, hogy ha csak Dombóvár lakosságát veszük figyelembe, ahol naponta azzal számolt itt az előadó, hogy egy 2000 forintnyi összeget költünk élelmiszerre fejenként, akkor a 18 ezres város egy 13 milliárdos élelmiszerpiacot jelent a dombóvári vonatkozásban. A cél, hogy a lakosságot arra ösztönözzék, hogy a helyi termékek megvásárlását részesítsék előnyben. Ott tartunk, hogy ennek a háttér bázisát létrehoztuk, tehát megvan az a helyszín, ahol az árucsere le tud bonyolódni, megvásároltuk az ehhez szükséges polcokat, ládákat, asztalokat, székeket, megvásároltuk a működéshez szükséges szoftvert, rakodógépeket, targoncákat, stb. Tehát elindult már ez a folyamat, hogy a működésnek a feltételeit kellőképpen előkészítsük. Az őszi időszakban már az árucsere folyamata is elindulhat Dombóváron. Május fakitáncolást rendezett a Szakcsi Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényre a pincehelyi Rozmarin néptáncsoportot is meghívták, akik bukovinai táncokat adtak elő. A hagyomány szerint a májusfával a legények udvarlási szándékukat fejezik ki annak a lánynak, akinek felállítják. A kitáncolás pünköskor történik, ekkor derül ki az udvarló személye, akit ha a lány szívesen fogad, beinvitálják a szülői házba és megvendégelik. A Szakcsi tájház előtt állították fel a májusfát, amelynek most a kitáncolására invitálták a falubelieket és a pincehelyi Rozmarin néptánccsoportot. A Szakcsiakkal már nagyon hosszú éve tartjuk a kapcsolatot. Pincein szokott lenni a Pillefesztivál, ahova a Szakcsiak, mint Pillés község mindig képviselik magukat. Ennek a viszonzásul vissza szoktunk jönni, májfa kitáncolni. A pincehelyiek hagyományos bukovinai táncokat adtak elő a szép számban összegyűlt közönségnek. A rendezvényt a Szakcsi Hagyományőrző Egyesület szervezte, céljuk többek között a régi népszokások ápolása. Az egyesületünk 2008-ban alakult, jövőre 15 éve leszünk már, hogy itt a faluban próbálunk rendezvényeket a hagyomány jegyében megtartani. Egy állandó programunk van, egy éves programunk. A májusfaállítás egy régi néphagyomány. A legények eredetileg az udvarlási szándékukat fejezték ki vele. Pünköskor pedig megtörtént a kitáncolása, ekkor fény derült az udvarló személyére. Ma már csak elvétve pompáznak a lányosházaknál a szalaggal és egy üvegborral feldíszített májusfák. Régen egy legénynek, ha tetszett egy lány,
akkor a barátaival az éjszakában, ugye titokban felállított egy májusfát, és a lány nem tudta igazából, hát most nem tudta, általában azért tudták, hogy ki volt a tettes, de általában akkor derült ki, amikor eljött a kitáncolás ide, és akkor a legény ugye oda ment, tiszteltét tette a családnál, ugye akkor a család ilyenkor behívta, megvendégelte. Ha viszont a lány nem fogadta el az udvarlót, akkor a legényt nem is hívták be a házba. Ugyanakkor elvárás volt, hogy minden udvarban, ahol lány lakott, pompázzon egy májusfa. Majdnem a szégyennel határos volt, ha egy lány nem kapott legalább egy májusfát. A Szakcsi Hagyományőrző Egyesület pályázatot nyert a tájház felújítására. Ennek köszönhetően megújult az épület elavult tetőszerkezete. Megújult a tájházunk teteje, és hátra egy kis kiülőt is tudtunk, egy kis nyeregtetős kiülőt is készíteni. Úgyhogy ez számunkra egy nagyon pozitív dolog volt. Terveink még nagyon sok van itt a talomban, amit remélem sikerül megvalósítanunk. A pünkösdi májusfa kitáncolást követően még számos programmal várja a falubelieket az Egyesület. Augusztusban közösen sütik meg az új kenyeret, szeptemberben szüreti felvonulást rendeznek, novemberben megtartják a Mártonnapot, az adventi időszakban pedig közös mézes kalács sütésre invitálják az érdeklődőket. Így próbálják életben tartani az utókornak bemutatni azokat a hagyományokat, szokásokat, amelyek őseink mindennapi életéhez tartoztak. Egy hullámzó, kanyargós pálya várja az extrém sportkedvelőit Dombóváron. A nemrégiben átadott pumpa pálya az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakmai segítségével jöhetett létre. A projekt közel 29 millió forintból készült el, melyre Dombóvár város önkormányzata majdnem 16 millió forint önerőt biztosított. Dombóváron, a Gyár utcában kapott helyet a pumpapálya, vagyis egy modern, közösségi és játszótér. Az ünnepélyes szalagátvágás alkalmával a település polgármestere kihangsúlyozta, fontosnak tartják a testmozgást, a fiatalok egészséges életmódra való nevelését. Annak érezzük fontosságát, hogy olyan közösségi terek legyenek, hogy a fiatalok tudnak sportolni. Az elmúlt néhány évtizedben Szőlőhegyen a buszmegordonál voltak különböző buckák, gödrök ásva. Igazán azt gondolom, hogy méltánytalan volt Dombóvár városához. Amikor ez a pályázati meglehetőség megnyílott, azonnal értünk a lehetőséggel és pályáztunk erre a pumpapályára, aminek azóta megtanultuk a definícióját is, és tudjuk, hogy mit akar egy pálya, és azt gondolom, hogy kiváló szakemberek, illetve fiatalok mutatják, hogy mire is lehet ezt használni. Nagyon remélem, hogy a mai bemutatás azt követően a fiatalok, amikor birtokba vetik a pályát, sérülésmentes lesz, és ez igaz, ez az egész évtövégére és az azt követő időszakra is. Szerencsések voltunk, hiszen a kivitelező jelentkezett, amikor híre ment, hogy mi szeretnénk egy ilyet. Sajnos nagyon kevesen tudnak ma ilyen pályát építeni Dombováron. Egy magyar törzsgárda mellett szlovén munkások állították ezt elő, hiszen látszik is, hogy ami ide volt hordva, több száz tonna kő az mind behordásra került. Ma mindenki ezt a pár száz négyzetméter aszfaltot látja, de ide rengeteg anyag került beépítésre. Aktív Magyarország program keretében 50% támogatás intenzitás mellett tudjuk megvalósítani. A fiatalok aktív szabadidős tevékenységét elősegítő projekt közel 29 millió forintból készült el, melyre Dombóvár város önkormányzata majd 16 millió forint önerőt biztosított költségvetéséből. Az önkormányzat felhívja a figyelmet a pálya környezetének megóvására és rendeltetésszerű használatára, melyben az ország különböző pumpapályáin már tapasztalatot szerzett fiatalok bemutatója jelentett segítséget. A biztonság érdekében a sisak és a különböző védőfelszerelések alkalmazása nélkülözhetetlen ebben a sportágban. Tudtuk meg a bemutatót tartó BMX suli elnökétől. Igazából mindennel ugye a szaktudás az így közbe jön, tehát hogy ahhoz, hogy valaki ezt elkezdje, ahhoz én azt mondanám, hogy egy nagy kupac bátorság kell, kitartás, ugye az nagyon fontos, úgy, mint általában az összes sportnál. Kifejezetten inkább a BMX freestyle-ról beszélnék, hogy olimpiai sportág lettünk. Ugye a tavalyi évben a Tokiói olimpián debütált először a BMX freestyle, jelenleg amúgy most éppen zajlik a BMX világbajnokság Franciaországban, egyre nagyobb és egyre szervezettebb versenyeket rendeznek, és én úgy látom, hogy egyre több fiatalt és gyereket tudnak így bevonzani a különböző sportegyesületek. Tehát nálunk mi is egy utánpótlás egyesületet operálunk, jelenleg nálunk 30 gyerek van. Hivatalos sport lett, keretek közé lett helyezve. Engem, ami nagyon megfogott benne, az volt, hogy igazából tényleg azt gyakorolhattam, amit szeretnék, nem voltak benne megkötések, akkor mentem ki, amikor nekem jól esett, ez azt jelenti amúgy, hogy igazából mindig.
Sebességből és bátorságból sem volt hiány a bemutató alkalmával, amelyen láthatták a gördeszka, roller és BMX használatát is az érdeklődők. A pumpapálya használója, ha megfelelően pumpál, akkor tekerés nélkül képes körbe-körbe haladni rajta. A pump track hullámok és kanyarok egymás utánja. Egyre növekvő népszerűsége annak köszönhető, hogy egyaránt nyújt élményt amatőröknek és profiknak, használata nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, tartják a szakértők. A bemutató után örömmel vették igénybe a helyi és környékbeli fiatalok a Gyár utcában található pályát. A domovári pumpapálya egy remek lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, természetesen védőfelszerelések és megfelelő körültekintés mellett. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!